A Lóci Barlang eddig is érdekes kiegészítője volt a Balaton környéki programoknak, mivel utcai ruhában, villanyvilágítással és szakszerű vezetéssel lehetett látogatni, nyári hőségben pedig enyhetadó 12 fokos hőmérséklete volt vonzó. A barlang jelenleg nem látogatható, utoljára tavaly a Mikulás járt ott. Most azonban a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében csaknem 270 millió forint áll rendelkezésre egy új látogatóközpont építéséhez. A Balatonfüredi Lóci Barlang beruházásunknál a ráemelési kérelmünket pozitívan bírálták el. Ugye lefolytatott közbeszerzéssel már rendelkezünk, és ezek alapján múlt hét pénteken a munkaterület átadása is megtörtént a vállalkozó részére. Innentől pedig a vállalkozón áll, hogy mikor, melyik nap vonul fel. Nyilvánvalóan ott van az igazgatóságnak kisebb ilyen faépülete, amit még el kell bontani, de az áramot már lekötöttük, tehát itt napokon, heteken belül én szerintem látványosan változni fog mindenképpen a Lóci Barlang környéke. A talajmunkákat követően megépülő látogatóközpont több funkciót is ellát majd. Aki idáig elsétált a Lóci Barlanghoz, hiszen üredi viszonylatban tényleg ez egy sétát jelent, ott talált egy, nem is tudom, 2-3 négyzetméteres faházat, ahonnan egy kolléga szakvezetéssel mindenkit elkísért fél óránként izguló csoportokba a Lóci Barlang feltárására. Itt viszont innentől egy konkrétan bemutatóhely, egy épület fog állni. Az épületen belül nyilvánvalóan lesz lehetőség akár nemzeti parkos termékeket vásárolni, de akár nemzeti parkot bemutató filmekvetítésére is lesz lehetőségünk. A közelben lévő egykori bánya területén parkolókat alakítanak ki, ahonnét egy tanösvény is indul majd. Itt minden korosztály számára táblákat és információs anyagokat helyeznek el, nem csak a Lóci Barlangról, hanem a térség geológiájáról és élővilágáról is. Barlangnak a felújítása egy korábbi pályázatunkból már megvalósult. Ennek keretében a barlangnak a lezárása lett úgy átalakítva, hogy akár denevérek számára átjárható legyen. A világítás kialakítása, megújult a világítás, korlátcsere volt, padozat, ilyesmik történtek egy korábbi pályázatunkból, tehát az a geológiai projekt volt, ez viszont most egyértelműen turisztikai beavatkozás. Puskás Zoltán hozzátette, a Nemzeti Park GINOP pályázatában a Lóci Barlang mellett helyet kapott a Salföldi Major, a Tapolcai Tavas Barlang és a Hegyestő geológiai bemutatóhely is. A Füredi Látogatóközpont várhatóan jövő év első felében készül el, addig maga a barlang sem látogatható.